Sziasztok! 67-31-46 szólnak a hideg számok. Szabó István 67 mérkőzésen vezette győzelemre a Kecskemétet, 31-szer volt döntetlen, és 46-szor kaptak ki. Ez magyar viszonylatban egy jó eredménynek számít, és hát tulajdonképpen ezek a számok búcsúztatják Szabó Istvánt a Kecskemét éléről, ami szerintem nem csak nekem óriási meglepetés, hiszen a Kecskemét Szabó István nélkül, olyan, mint a házibuli fiúk nélkül, olyan, mint a fagylalt por nélkül, olyan, mint a sült krumpli nélkül. Nem is értem ezt a döntést. Szabó István volt az, aki a csodálatos játékkal az MB2-ből az MB1-be vezette a Kecskemétet. Aztán Szabó István volt az, aki az ezüstéremre vezette a Kecskemét csapatát, nemzetközi kupa küzdelmeket játszott a Kecskemét, és aztán pedig a következő idényben hatodikak lettek, és azt gondolom, hogy nem ő tehet arról, hogy a csapat jelentős részét széthorták, szétvitték, hiszen Hemlik Páltól kezdve a Horváth Krisztoferig számos játékos, Szalai Gábor még korábban számos játékos hagyta el a kecskeméti fedélzetet, és nem ő tehet arról, hogy nem érkeztek olyan színvonalú játékosok, akik ezeket tudták volna pótolni. Ez egyértelműen vezetői felelősség, Szabó Istvánt meg kellett volna tartani, és nyilvánvalóan olyan játékosokat adni neki, akikkel hasonló sikereket tudott volna elérni. Nem tudom másképp nézni ezt a történetet, ráadásul Szabó István, ha jól emlékszem, Kecskemétben kezdte a labdarúgó pályáját is, az edzői pályát is ott kezdte, ezer szálon kötődik Kecskemét, ez egy igazi lokálpatrióta, tehát teljesen értetetlen ez a döntés, és hogy hoznak megint az edzőkeringővel egy olyan edzőt, aki már 685 helyen felsült, Subka Attilától Kuttor Attiláig rengeteg nevet lehet ezekkel kapcsolatban mondani, ismerjük őket, tudjuk, már ezerszer megköszönték nekik azt, hogy a magyar labdarúgásban dolgoztak, de nem tudják előrébb vinni a magyar labdarúgás szekerét, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon szomorú vagyok, nagyon-nagyon elkeseredett vagyok, nagyon-nagyon rossz érzés azt látni, hogy egy olyan embert, aki valóban felépített valamit, egy olyan embert így pak, kirúgnak, és azt mondják, hogy jó, akkor jöjjön a következő. Rendben van, a Kecskemét utolsó helyen van, de ahogyan volt már jó is, rossz is, úgy a rosszat is meg tudja oldani Szabó István, a rosszat is jóvá tudja fordítani, ez teljes meggyőződésem, hát ez már nem fog megtörténni, majd maximum egy másik csapatnál. Én nagyon remélem, hogy ez a kiváló, halkszavú, tisztességes, korrekt edző, ez kap hamar megbízást és tudja folytatni a pályáját. Én mindehez sok sikert kívánok neki, szeretettel, és köszönöm azokat a mérkőzéseket, amiket a Kecskemét kapcsán azzal az ellenállhatatlan, fantasztikus játékkal csinálta az idény második felében. Nem titok, emlékeztek rá, én magam akkor, amikor másikak lettek annak az idénynek az elején, azt mondtam, hogy ki fognak esni. Elég sokszor mondtam, hogy ki fognak esni. Ehhez képest szépen lassan bontakozott ki az ember szeme előtt az a szisztematikus munka, amit Szabó István kialakított, és az ember a végén megemelte a kalapját, és azt mondta, hogy hát igen, ez valami fantasztikus volt. De hát nagyon köszönöm, hogy meghallgattál, én remélem, hogy egy másik csapatnál hasonlóan nagy munkát tud majd végezni, és megköszönik igazán azt, hogy ő ott volt, nem csak azzal, hogy utána gesztusként megköszönik, hanem azzal is, hogy hagyják dolgozni. Nagyon köszönöm, hogy meghallgattál, tetszett, nyomj egy lájkot, iratkozz fel a csatornámra, segítsd a munkámat, stb. Hajrá Magyarország, hajrá Szabó István, a jó Isten áldjon meg mindenkit.